Köszöntöm nézőinket! Önök a Szentendrema hírmagazinunkat látják. Elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Vadaspark. Mini állatkertet terveznek Szentendrére. A lakosság segítségét kérik. Tolvajokat keres a Szentendrei Rendőrkapitányság. Kamion EB. Hazai pályán indul augusztus 27-én, 28-án a Szentendrei versenyző. Különleges mini állatkert költözhet a Szentendrei skanzen szomszédságába, ahol a háztáji és vadon élő állatok mellett még hüllőkkel is találkozhatnak a látogatók. A vadaspark ügye jelenleg a tervezési fázisban van, már folynak az egyeztetések a városvezetéssel. A Szentendrei Akvárium és Terrárium ház 2014-ben nyílt meg a Gőzhajó utcában időszakos kiállításként. Gyermekek és felnőttek egyaránt élvezték a különböző hüllőkkel és halakkal való ismerkedést. Azóta 2 év telt el, de a ház gondozói a folytatásnál nagyobb fába vágták fejszélyüket. 2017 nyarára szeretnék létrehozni a város első állatkertjét. Pár éve lett vége egy bőrze sorozatnak, amiben én a végén kapcsoltam be, ezt a párom kezdeményezte inkább, és ezen a bőrzen ez inkább egy hüllőkkel foglalkozó bőrze volt, volt egy kiállítás része is, pár teráriummal, amit meg tudtak csodálni a bőrzére látogatók. Innen jött egy ötlet, hogy csinálhatnánk ezt egy kiállítás keretén belül, és Szentendrére esett a választás. A Gőzhajó utcában meg is csináltuk ezt 2 éve nyáron, ez egy ideiglenes kiállítás volt a saját állatokból. Egészen jól működött szerintem, megszerették, sok iskolás óvodás csoport is jött látogatóba. Aztán vége lett a nyárnak, és mi bezártuk, így is terveztük. És nagyon sokan érdeklődtek utána is, telefonon, e-mailen kerestek minket, hogy jönnének látogatni. És bár már régebben is terve volt, de talán ez megerősített minket abban, hogy egy ilyen mini állatkertet hozunk létre. És mivel Szentendre ezáltal szimpatikussá vált nekünk, továbbra is itt szerettük volna folytatni ezt a tevékenységet. Egész komoly kis magángyűjteményt hoztunk össze, főleg hüllőkből, ezért a saját állatainkat mindenképpen be szeretnénk mutatni. És hát szeretnénk még kifutókat is létesíteni. Hát nyilván olyan állatokat is szeretnénk, amiket az emberek kedvelnek, tehát ismernek, és olyanokat is be szeretnénk mutatni, ami nem annyira közkedve. Tehát nekünk nem az lesz a célunk, hogy egy úgymond hagyományos állatkertet hozzunk létre, hanem olyan állatokat is megismertetni az emberekkel, amik esetleg itt élnek bent az erdőben, mondjuk magyar kisemlősök, és viszont semmit nem tudnak róla az emberek. Varánuszok, tejuk, különböző siklók, óriás kígyók, ezek, amik most így nálunk vannak tulajdonképpen saját állatok. Az eddigi visszajelzések alapján az ötletgazdák úgy gondolják, hiánypótló vállalkozás lehet Szentendrén az állatkert, hiszen nem csak remek hétvégi program lehet, nagyon hanem sokan jelezték már felénk, hogy szeretnének segíteni. De igazából azokban a dolgokban, amik ahhoz, hogy elinduljon egy ilyen mini állatkert, abban egy magánszemély, hát vicces, de igazából csak anyagi javakkal tud segíteni. Aztán, hogyha már megépül ez a létesítmény, akkor önkéntesek jöhetnek, akkor már többet tudnak, de most leginkább az önkormányzattal vannak tárgyalások, és velük folynak ilyen megbeszélések, illetve engedélykérések, engedélymegadásokra várunk. Ezt a Tegez utcánál, egész közel a skanzenhez szeretnénk létrehozni. A telek az már megvan, és hát további lépések jönnek majd. A mi terveink szerint ez jövő nyárra már nyitásra alkalmas lesz. Az állatpark munkatársai nem csak a gondozást vállalták, szeretnék, ha a látogatókat olyan információkkal is el tudnák látni, amik később még hasznosak lehetnek, ha vadon élő állattal találkoznak. Nagyon sok kiránduló esik abba a hibába, hogyha meglát egy őzet, vagy egy rókát árván, vagy akár egy sünit is, azt egyből felkapja. Olyan divat lett mostanában az, hogy állatokat mentünk. Aztán, amikor már hazavisz ezt a kis állatot, akkor rájön, hogy ezt az állatot etetni kéne, gondozni kéne, és tulajdonképpen nem tud róla semmit. És ilyenkor jön a kapkodás, az internetre kiteszik, hogy találtak, mit csináljanak vele.
Nagyon nehéz olyan gazdát találni ilyenkor, aki ért hozzá és gondoskodni tud róla. Előfordul az is, hogy az az állat, amit ő talált, nem egy elárvult állat, hanem az anyukája éppen nincs ott vele, elment máshova. Rókáknál, hogyha költözteti a kicsinyeit a rókanyuka, akkor gyakran leteszim, hogyha megzavarják. Nem akarja otthagyni, megvárja, míg elmúlik a veszély, és folytatná ő a költöztetést. Úgyhogy én azt mondom, hogyha valaki talál egy ilyen állatot, akkor, és van ideje, akkor ne kapja fel az állatot, egy pár óra múlva menjen vissza. Ha még mindig ott van, akkor elkezdhet gondolkodni azon, hogyan tudna ezen az állaton segíteni, de semmiképpen sem kell összeszedni minden állatot és hazavinni. Sünike azzal szerintem mindenki találkozott már. A rókák gyakran belátogatnak, sőt, hát én hallottam őt is, hogy vaddisznó is már járt városba, illetve város szélén, de leginkább rókával és sünivel, ugye ők eleve városban is élnek, hogyha olyan a körülmény. Hát nyilván az, hogy az emberek terjeszkednek egyre az erdőhöz közel, ilyen, tehát tulajdonképpen mi megyünk be az ő életterükbe. Mondhatjuk azt, hogy ők jönnek be a miénkbe, mert úgy tűnik, hiszen ez már a mi házunk, de valaha az az erdőnek a széle volt. És talán neki az természetes, hogy bejár arra fele körülnéz. Nyilván a budapesti belvárosba ritkában fognak bemenni, de ott is láttak már rókát például. Amúgy élelemszerzés céljából járnak ilyenkor be, főleg, hogyha vannak kicsinyei rókának, akkor megnövekszik a táplálékigénye, bátrabban bejön, illetve muszáj bátrabbnak lennie, hogy találjon élelmet a kicsiknek, és ilyenkor belátogatnak. A Szentendrei Állatkert leghamarabb jövő nyáron nyithatja meg kapuit. A Szentendrei Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya eljárást folytat lopásvétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint ismeretlen tettes 2016. május 3-án 8 és 2016. május 27-én 17 óra között, pontosabban bennem határolható időben egy budakalászi ingatlanba ismeretlen módon bejutott, és a ház egyik helyiségében egy szekrényből készpénzt lopott el. A sértett a kertjébe és a házába a bűncselekményt megelőző napokban két férfit engedett be, akiknek a szekrényből készpénzt adott át. A két ezidáig ismeretlen személyazonosságú férfi a bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe hozható, így róluk grafika készült. Az egyik férfi 25-30 év körüli, körülbelül 160 cm magas, vékony testalkatú. A másik férfiról részletesebb személyleírás nem áll rendelkezésre. A Szentendrei Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a grafikákon látható két szemét felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen vagy telefonon, munkaidőben a Szentendrei Rendőrkapitányságon, a 0626 502 400-as telefonszámon, valamint hívja a nap 24 órájában elérhető Pest megyei Rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központját, a 061 236 28 83-as telefonszámon. Továbbá névtelensége megőrzése mellett tehet bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontanú zöld számán, vagy a 107-es 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli. Új csapatával ismerkedik ebben a szezonban a kétszeres kamion Európa bajnok Kis Norbert, aki augusztus 27-én és 28-án a közeli Hungaroringen küzd majd a dobogóért. Bizonytalan volt a helyzete a szentendrei kétszeres Európa bajnoknak, aki egy csapatváltást követően új tervekkel, új kamionnal vághatott neki az idei évadnak, amiből már az elmúlt négy versenyből három alkalommal már az új versenyautójával állhatott a rajtvonalhoz. Új időszámítás kezdődött a karrieremben, hiszen csapatot váltottam. És ugye az idei évtől egy németországi csapatnál, ugye a Tankpool 24 Racing Teamnél, és egy másik márkával, ugye Mercedes-szel versenyzek a Kamen Európa bajnokságon. És hát ugye ez nagy változás, egy kicsit izultam is előtte,
de végül is ugye még a döntés előtt ugye egy olyan projektbe nyertem betekintést, ami tetszett, hogy olyan technikai emberek kerülnek a csapathoz, akikkel tudtam, hogy nagyon jó lesz együtt dolgozni, hiszen 20 éves tapasztalatuk van és tudásuk van a Kamen Európa bajnokságon, ugye technikai szempontból, és hát ugye új versenyautók fognak készülni, új Mercedes versenykamionok fognak készülni, és hát a végcél az az, hogy megnyerjük a bajnokságot. És hát ez egy olyan projekt volt, ami tetszett nekem, és láttam benne hosszú távú lehetőséget. Egyelőre csak az látszik, hogy csak negyedikek vagyunk a bajnokságban, de azért a sokkal jobb eredmény, mint amire számítottunk, azt hozzá kell tenni. De viszont hosszú távon, tehát 2-3 éves távolságban viszont nagyon nagy lehetőséget látok benne ugye nekem karrier szempontjából. Úgyhogy hát nagyjából így röviden ezek azok, amik miatt ugye végül úgy döntöttem márciusban, ugye kicsivel a szezon kezdete előtt, hogy csatlakozok ehhez a csapathoz, és elindítottuk ezt az új projektet ugye. Most az ott már ugye lement a szezonnak az első fele, 4 verseny hétvégén, hát a kisebbik fele, most ugye 5 van még hátra. És 4 verseny hétvégén vagyunk túl, de már ugye szereztünk dobogós helyezéseket, és szereztünk egy futamgyőzelmet, ugye, és nem fordított rajtrácsos futamgyőzelmet, hanem ugye időmérőedzést nyertünk, első futamot nyertünk, a napi második futamon pedig azt hiszem 6. helyet szereztünk, és ugye azzal ott aznap mi szereztük a legtöbb pontot, ami egy nagyon-nagyon jó előjel ugye a jövő szempontjából, hogyha már ezt egyszer meg tudtuk csinálni, akkor még egy kicsit itt ott dolgozunk rajta, hogy a többi pályán is erősebbek legyünk, és akkor meg fogjuk tudni csinálni máskor is ezt, akkor az azt jelenti, hogy lesz esélyünk majd az Európa bajnoki címért harcolni. Idén már nem, de szerintem jövőre már valószínűleg igen. A 2 hónapos nyári szünet után a magyarországi pályán a Hungaroringen folytatódik a versenysorozat, amikor a szentendrei közönség is testközelből láthatja a versenyzőket és magát a futamot. Ugye nagyon sok technikás rész van a Hungaroringen, de azért van jó pár egyenes is, ami ugye a kamion szempontjából pont már ugye hosszú egyenesnek számít, hiszen elérjük ugye a 160 km per órát rajta, ugye 160 km per órában van korlátozó ugye végsebességünk biztonsági szempontok miatt, ugye főleg a pályabírók és a nézőknek a biztonsága miatt. Úgyhogy vannak azért erős kigyorsítások is, ahol azért a motorerőben még bizonyára mindig hátrányban leszünk, de a technikás részeken ezt remélhetőleg vissza tudjuk majd fordítani, hiszen egyébként az alvázunk, a futóművünk az nagyon jól működik már most, és azt gondolom, hogy a legmagasabb, az egyik legmagasabb színvonalú vagy fejlettség ugye a mezőnyben, úgyhogy az a része az jól működik mindenképpen. És hát ugye szerencsések vagyunk, hogy ez a 2 hónapos nyári szünet ugye most itt a Hungaroring előtt volt, hiszen itt tudtunk készülni nagyon sokat, és ugye a szezon első felében tapasztalt, tanult dolgoknak köszönhetően ugye tudtuk pontosan, hogy milyen irányba kell fejleszteni, úgyhogy az egyik legfontosabb fejlesztési irány a nyári szünetben a motor volt. Ugye a csapat és ugye a csapatnak ugye a technikai partnerek, hogy a motorfejlesztéssel foglalkoznak, hogy nagyon sokat dolgoztak ezen itt ebben a 2 hónapban, hogy motorerőben előre lépjünk, amiben úgy tűnik, hogy történt is előrelépés, úgyhogy most ezt még élesben nem teszteltük, de remélhetőleg a Hungaroringen ez már hozzá fog bennünket segíteni a jobb eredmény eléréséhez. Az idei évben a szentendrei versenyző a dobogós helyet tűzte ki célul, jövőre viszont az Európa-bajnoki cím visszahódítása a célja. Bronzérmet nyert Rióban az MH Altiszti Akadémia tisztje Rédli András, a férfi párbajtőr csapat tagjai Bockó Gábor, Imre Géza, Rédli András és Somfai Péter nagy csatákat vívott a Páston először a dél-kórai, majd a francia csapat ellen. Az éremért az ukrán párbajtőr csapatot kellett legyőzniük a magyaroknak, az összecsapás végeredménye Magyarország-Ukrajna 39-37. Ezzel a párbajtőr csapat megszerezte Magyarország 12. érmét, 1 bronzot. Gratulálunk! A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan 7 embere című magazin műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!